vizekből tavat, homokból vizet. Egy lépés a klímaválság kezelésére. Ruzsa. Ruzsán járunk, a Duna-Tisza közi homokhátsági faluban. Az itt élőknek és az itt gazdálkodóknak a talajvízszint jelentős süllyedése jelenti a legnagyobb problémát. Az egykori tavak eltűntek, a csatornák szinte mindig szárazak. Ez az ország legszárazabb területe. Ezen a vidéken nagyon kevés csapadék hullik, illetve a csapadék eloszlása sem egyenletes, és a talajnak a vízmegtartó képessége se túl jó, így sokat küzdünk az aszályosodással, a víz elvesztésével, és ebben a projektben szeretnénk a vízmegtartást bemutatni. Emlékszem, az egész kis gyerekkoromban az ilyen csatornákban, a kiöntésekben, a csatorna melletti tocsogókban, kis vizes élőhelyekben még halak voltak, nagyon-nagyon sok hal, és az utóbbi 20 évben ez teljesen eltűnt. Édesapámék vagy a szüleink elbeszéléséből itt egy 50-80 évvel ezelőtt egy idilli időszak volt. Az embereknek a kedvelt szórakozása volt, hogy kimentek halászni, aminek most már nyoma sincsen, egyszerűen eltűntek azok a vizes élőhelyek, amik ezt a lehetőséget biztosították. A megváltozott körülményekhez alkalmazkodnunk kell. Ezért elindult egy projekt, ami segíti az éghajlatváltozás hatásainak leginkább kitett magyarországi kistelepüléseket, a klímaváltozásra való felkészülésben, és egyben utat mutat a szélsőségeket kiegyenlítő, vízmegőrző vízgazdálkodás irányába. A projektben alkalmazott, úgynevezett természetre alapozott vízmegtartó megoldások területeket adnak vissza a víznek, ezzel elősegítik a vízbázisok, a talaj és a vizes élőhelyek víztározó szerepének helyreállítását. Javítják a lakosság életfeltételeit, segítik a károk elkerülését, és élőhelyet teremtenek. Mindez az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet is javítja, ami nagyon fontos, hiszen a ma tapasztalt hatásokkal és azok fokozódásával már mindenképpen számolnunk kell. A homokhátsági Ruzsán a polgármester asszony szavaival cseppekből hoztak létre tavat. Mivel a fő elérhető vízkészlet a különféle forrásból származó használt víz, ennek a hasznosítására kerestek megoldást. Emellett nagyon fontos, hogy a vízzel vezető csatornák lezárhatóak legyenek, hogyha beköszöntene egy csapadékosabb időszak, ezek az árkok ne vezessék el a kincset érő vizet. Ahol most vagyunk, itt az ivóvíz minőségjavító program keretében felszabaduló úgynevezett dekantált vízből fogunk kialakítani egy rekreációs tavat. A második helyszínünk az a szennyvíztisztítóból kikerülő tisztított víznek a megtartása egy tóban, amivel szintén azt szeretnénk bemutatni, hogy mennyire fontos, ha nem szivárog el a földbe csak úgy a víz, hanem egy tóban marad itt. A harmadik helyszín pedig egy belvízelvezető csatorna, aminek a műtárgyait fogjuk rendbe tenni, és ott is a zsilipeléssel a vízmegtartást tudjuk majd bemutatni. Itt mögöttünk a ruzsai szennyvíztisztító művet látjuk, és ennek körülbelül 150-200 köbméter a napi teljesítménye, ezt korábban belevezették a Széksóstói főcsatornába. Most pedig egy kis tóban itt helyben meg tudjuk tartani, és ezzel segítjük a helyben történő beszivárgását, így tápláljuk a talajvizet, tud párologni, tehát ezzel segítjük azt, hogy egy kicsit kevésbé legyen aszályérzékeny a környék. Egy réges-régi mondást tudnék idézni, ami víz leesett a kertedbe, tartsd meg a kertedbe, ami leesett a faludba, tartsd meg a faludba, és ami leesett a járásba, azt tartsd meg a járásba. Ez egy réges-régi mondás, de azt hiszem, hogy ez most válik igazán aktuálissá.
Én kétféle változást várok ettől a fejlesztésről. Egyrészt itt a szemléletformálást, ami a víznek a pontosságára, a környezetünknek a megbecsülésére és a klímaváltozásra hívja fel a figyelmet, ami nyilván a lehető legfontosabb dolog az elkövetkezendő időszakban, illetve egy olyan helyszínnek a kialakulását és benépesülését, ami egy különleges színfoltja a falunak, és egy olyan helyszínt hozott létre és hozhatott továbbiakban is, ami az itt élők számára egy minőségi időeltöltés jelent. Készült a Life Micac projekt keretében. A projekt az Európai Unió Life programjának, valamint a Belügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.